Darabontok át! Albert, innen már te viszed, mi csak Péterrel figyeljük. Tegnap is felülíródott. Kettes oszlop van, és egy előttetek jön az ászló. Na akkor úgy van, ne kullogj el egyedül. Itt vagy mellett, és egy oldalsót védi. Darabontok, utánam, indulj! A mai nap a vörös darabontokat alaki, puskás alaki képzésre oktattuk, képeztük őket folyamatosan. Zászlóvivésre, zászlótartásra, puskatartásra, őrségváltás, úgymond a régi őrséget, az új őrség leváltására, hogy megy ez az egész, hogy mozognak egységesen. Ez volt a mai nap kiképzésének része. Elkezdtük a kiképzést, ami állt természetesen a hideg fegyverek, a korszak 16-17. Század időszakának a hideg fegyveréről tartottunk egy ismertetőt, elmagyaráztuk a szabját, fokos, csákány, fokos, buzogány szerepét, kaptak egy kis fegyveres bemutatót is, és elkezdődött egy szabjavívó edzés, a másik ponton, a harmadik ponton meg már az alaki képzés volt, az alakiasságra való nevelés volt a feladat. Nekem az volt a fontos, hogy érdekel a történelem, meg a hagyományőrzés, és ezért gondoltam, hogy beállok és megpróbálom, és hogyha megy, akkor majd folytatom tovább ezt a hagyományőrzést. Eddig nagyon jó tetszik, itt folynak most a kiképzések, betanítások, és nagyon tetszik idáig, és remélem, hogy ennél már csak jobb lesz. És én ott, mint fellépés, mint tolmács szerepeltem. Én nagyon szeretem ezeket a történelmi dolgokat, meg főleg a katonáskodás, meg az ilyen hadsereg, ez az, ami igazán megfogott a dologba, és főleg amit itt is nyújtanak, ez nagyon tetszik, főleg itt erdélyi fejedelemség, nagyon bejött ez a dolog nekem. Én amúgy is szeretem a harcokat, sportolást, hát ez mindig is érdekeltek ezek a dolgok engem.